A rekordokat döntögető hideg időjárás ellenére is megtelt tegnap este a Hatvani Galéria, ahol a Grasalkovics ének együttes műsorával kezdődött az idei első Orvos a képtárban programsorozat. A kórus ismét megmutatta, hogy méltán rászolgált a nemrég elnyert megyei díjra, a közönség vastapssal jutalmazta előadásukat. Hát tulajdonképpen az ideggyógyászatnak a... Az est vendégét, Aszalós Csongort már sokan ismerhetik korábbról, hiszen az általa írt nagy sikerű Medica komédiát már többször is eljátszották 60-ban. Ám nem csak humorával és énekhangjával hívja fel magára a figyelmet. Az Albert Schweitzer Kórház neurológusaként évtizedek óta bizalommal fordulnak hozzá a betegek. Életének hivatása szinte már gyermekkorában megpecsételődött. Mind a hármat orvosnak szánta volna. Családjának több tagja is orvosként dolgozott. Nagyapja Baján praktizált, három fiából kettő szintén ezt a pályát választotta, ám édesapja zenésznek állt. Ő azonban igyekezett fiát szintén a gyógyítás felé terelni, s sikerrel járt. A neurológiát pedig a kihívás miatt választotta. A bonyolult szakma lényege az idegrendszer betegségeinek kutatása, azok problémáinak megoldása. Ilyen az agyvérzés, az agytrombózis, az epilepszia, a Parkinson betegség kezelése. A pszichiáterhez és a pszichológushoz önszántából megy a beteg, de Aszalós Csongorhoz viszik. A vizsgálatok során pedig először a doktornak azt kell megállapítania, hogy valamilyen szervi problémája van a betegnek, vagy működési zavarral küzd. A titok vagyok, nem ismerhet. Ám szabad idejét sem tölti tétlenül, verseket költ. Ezek közül pedig az esten elő is adott párat a korai alkotásaiból, de orvostársa Köles József is bemutatta a kedvenc Aszalós versét. Ugyanakkor színdarabokat is írt már, legújabb művét február 24-én, 19 órakor mutatják be a Hatvani Galériában. A Hogyan keressünk hálapénzt, egy mérőjövő komédia, amelyből megtudhatjuk, hogy az orvosok milyen recept alapján kereshetnek egy kis mellékest. Szép szó kedvesen, szép zöld arany gréz, szép.